Szokás szerint a polgármesteri hivatal előtt szoktunk beszélgetni, de most éppen esik az eső, mert hogy itt van az ősz. Lehet azt mondani, hogy beindult az önkormányzati szezon, ugye a nyári szünet, nyári hivatali zárvatartás után teljes üzemmódban működnek? Igen, megtörténtek a szabadságolások, most már teljes, mondanám, hogy teljes létszámmal vagyunk, de még az egyik kolléganőnek most lett ideje elmenni nyaralni, de a többiek már rendelkezésre állnak, úgyhogy szerencsére nem látszik a megrohanásból, tehát az ügyfelek nem leptek el minket. Viszont itt a szeptember, és ahogy ilyenkor lenni szokott tökön, elkezdtük megint a csatornarendszerek tisztítását. Most a főúton fogjuk befejezni idén ezeket a munkálatokat, úgyhogy körülbelül most így állunk szeptemberben. Mi a helyzet az utakkal? Sok településen, most éppen Budajenőről jöttünk, mondta a polgármester úr, hogy a tavasszal elkészült új utakat is párkátyúzni kell. Tökön milyen állapotúak az utak, utcák? Én azt gondolom, hogy a környezet településekhez képest nem rossz az úthálózatunk, természetesen lehetne mindig javítani, fejleszteni rajta. Mi most idén nem fogadtunk föl céget külön kátyúzásra, hanem ilyen speciális anyaggal, ami volt egy-két lukaszt, betömködték a embereink. Panasz nem érkezett, hogy valahol olyan kirívó dolog lenne, amit meg kéne oldani. Úgyhogy így állunk. Jelenben el szeretném mondani, hogy van nekünk egy tök új majori részünk, ahonnan viszont nagyon sok panasz érkezett. Milyen tárgyban? Olyan tárgyban, hogy az ott lakók jelezték már nagyon sokszor számunkra, hogy az úton folyik konkrétan az esővíz, tehát nincsen árok, mert be lett szántva, ott van ilyen bozótos, az tűzveszélyes, vagy gyulladásveszélyes, mert a kamionosok esetleg kidobják a cigarettát, és most az a szerencsénk van, hogy nem önkormányzat végzi a munkát, hanem a ottani vállalkozó tesz nekünk, úgymond, illetve hát nem is nekünk, de ott a lakóknak is szívességet, ugyanis nagyon szépen kimarták szélesebbre az utat, csinálják egy árokrendszert, és fel is fogják tölteni murvával, úgyhogy kiirtották azokat a bozótokat, amik tűzveszélyesek voltak, úgyhogy nagyon szépen haladnak a munkálatok, és ezúton is szeretnék köszönetet mondani, mert mondom, tehát mivel ez nem önkormányzati rész, hanem magyar állam, ezért mi igazából nem nagyon mertünk hozzányúlni, viszont a vállalkozónak meg ott van a területe, úgyhogy mondom, nagyon örülünk, hogy ez most megvalósul. A csatornatisztításon túl évvégéig van-e még olyan projekt, ami belevág a település? Hát ugye nyertünk a Magyar Falu programra ugye 5 millió forintot a kultúrház, illetve a közösségi tér fejlesztésre. Ugye hát ez egy picit kevesebb lett, mint amit terveztünk, úgyhogy majd át kell kicsit kalkulálnunk, hogy mit tudunk ebből megoldani, de nagyon örülünk, mert ezt is biztos, hogy nagyon jó fogjuk felhasználni. Ugye nyertünk a kommunális pályázaton is egy gépet, az januárban fog megérkezni, tehát arra még egy kicsit várni kell. Most ki fognak adni egy nagyobb pályázatot, ez az élhető település, vagy top pályázat, most nem tudom melyik néven fog futni. Most arra készülünk gőzerővel, tehát zajlanak az egyeztetések, tervezések, hogy mi az, amire pályázunk, illetve mit szeretnénk majd ebből megvalósítani. A már említett Budajenőn, ami azért nincs messze, tehát itt van a régióban ez is, nemrég ért véget egy gasztronómiai fesztivál, és egy szüreti felvonulás és mulatság. Tökön, ha nem is ilyen nagy szabású, de közösségi rendezvény várható-e a közeljövőben? Most egy kicsit el kell szomorítanom a helyi lakosságot. Jelenleg nem tervezünk nagyobb rendezvényt, itt esetleg a Márton nap környékén lehet majd egy komolyabb rendezvényre számítani. Ugye nagyon nehéz megszervezni valami hasonlót, mert Zsámbék most nagyon rákapcsolt, és nagyon komoly fesztiválokat rendezett meg, és igazából minden hétvége szinte történt valami, és nagyon nehéz rászervezni, vagy úgy beleszervezni, hogy ne üsse egymást a kettő. Én azt gondolom, hogy ott nagyon színes, nagyon jó programok vannak, de természetesen majd mi is megpróbáljuk ha idén már nem is, de jövőre már úgy alakítani, hogy beleférjen esetleg egy olyan program, ami a
mi lakosságainknak is tetszeni fog. Visszatérve a születi felvonulásra, ugye ez általában civil kezdeményezésre szokott itt Tökön is megrendezésre kerülni, amit az önkormányzat szokott pluszban támogatni. Hát idén a civilek, ugye a TNT jelezte, hogy már elég korán, tehát így május-június környékén, hogy nem lehet tudni, hogy mire lehet számítani COVID ügybe, és ezért tavaly is ugye elkezdtek szervezkedni, aztán mégis elmaradt, úgyhogy idén ezt most szeretnék elhalasztani, én természetesen rábólintottam, de ezt nagyon sokszor megemlítettem, hogy ezt a hagyományt egyáltalán nem szeretnénk elfelejteni, úgyhogy jövőre remélhetőleg már teljes dologgal ki tudunk állni itt a TNT mellett, és megrendezésre kerül nálunk is a születi felvonulás.